maros, a sajó, az aranyos, szomszédai pedig Mára Maros, a kalotaszeg, a szilárdság, a kökülőmenti dombság és a maroszék. A több mint 300 magyar, román és 100 lakta település magába foglaló mezőség a legarhaikusabb tánc dialektusunk közül, ahová az új stílus, valamint a polgárosodás csak későn jutott be. Sok helyen, mint például Melegföldváron, a mai napig nem táncolnak gyors csárdást, helyette egy lassabb táncot táncolnak, melyet szökősnek vagy batukának neveznek. Fontos megemlíteni még ördöngős vizesi, boncidai, széki vagy magyar szlováki táncot, népzenét, bár én ma önöknek egy másik falu, Bálé táncát hoztam el önöknek. Mácsingó Gyurka Gyurkuca és fia Mácsingó Ignász Náci, két kiváló táncos és zenész. Mind a ketten prímások. Nagyon megörültem, mikor ezt meghallottam, mivel én is zenész vagyok, csak én nem hegedű, hanem rácsán zenére. Nagyon-nagyon jól szórakoztam, hogy tanultam a táncot. A mesteremmel van egy közös kedvenc figura lezárunk, amit nem neveztünk el nevén, de és magunk között sokat viccelődünk, amikor fájvalunk, hogy az öregség meg a csontok. Hát, ebből az egy mondatból szerintem rájönnek majd, hogy melyik a kedvenc lezárunk. Én kívánok önöknek nagyon jó szórakozást a táncomhoz, én nagyon jól szórakoztam, mert itt tanultam a táncot, és igyekszem legalább ilyen jól szórakozni tánc közben. Dénes uram, sűrű játszod nekem azt a magyar.